Új hét, friss kultúra. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Rendhagyó portréval indítjuk mai adásunkat. A Győr Plusz TV-hez látogatott Vastag Csaba. Az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutatójában feltűnt művész őszintén beszélt karrieréről és március 1-jei szuperkoncertjének részleteiről. Az énekessel Csapuka Adrián beszélgetett. Jól ismert sláger Vastag Csabától. A dal szerepel azon az albumon, mely nemrég látott napvilágot Connecto címmel. Győri látogatásakor erről is kérdeztük az énekest, és még sok minden másról is, de akkor kezdjük el az új lemeznél. Azért fontos nekem ez a lemez, Connecto címmel jelent meg nem is régen, mert érdekes módon már megjelenése előtt egy nappal aranylemez lett már, elővételben, úgyhogy ezt most nagyon szépen szeretném is megköszönni azoknak a kedves embereknek, akik elővételben ezt lehetővé tették, mind nekem, hogy ezt a közös eredményt így elkönyveljük, mind pedig nekik, hogy már korábban meghallgathatták, mint ahogy ez kijött a lemezboltokba. 16 dal található a lemezen, melyekből igazából három már hallható volt eddig a rádióban is, az Őrizd az álmod, az Ugye érzed és a Szerelem vándorra című dalok, ezek már korábban is hallhatóak voltak esetleg a rádióban, a tévékben, a X-Faktorban is léptünk vele föl. Úgyhogy ezek már nem annyira újdonságok, viszont nem jelentek meg még eddig lemezen, és ezért gondoltuk úgy, hogy ezeket mindenféleképpen rátesszük a lemezre, hiszen eddig még csak illegálisan lehetett hozzájutni, és ezzel most igyekeztünk egy ilyen legális formát is biztosítani, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy így jutna hozzá, akkor ezt most lehet. Ezen kívül pedig saját gondolatok és saját gyermekeim szerepelnek rajta a többi dalok személyében. Az új albumhoz egy szuperkoncert is kapcsolódik, március 1-én. De elég sok olyan újdonsága készültünk, ami eddig még szerintem nem csak tőlünk, hanem valószínűleg még az országban sem volt látható. Olyan technikai hátteret hoztunk össze, ami eddig páratlan, és olyan látványvilágban lesz részünk remélhetőleg, ami tényleg eddig még nem látott, és valószínűleg közeljövőben sem lesz erre nagy számban példa. Ezen kívül pedig nagyon kedves sztárvendég barátaimmal, akik jönnek. A sztárvendég nem jó szó egyébként, ezt nem szeretem. Legyen csak simán barátaimmal, azt hiszem, hogy így a helyesebb. Ővelük igyekszem még kedveskedni, és közös dalokat fogunk közben, ha mindegy, az előadni, mind a múltunkból, mind pedig a lehetséges jövőnkből. Szépen lassan mindig kirogatom a Facebookra, hogy ki az, aki már biztosan megvan. Ennek jegyében, akik már biztosan vannak, Müller Péter Sziámi barátom, ő biztos, hogy jön, és a By the Way zenekar egy együttes. Nagyon jó barátaim, és tényleg nagyon jó zenészeknek tartom őket, úgyhogy tök örülök, hogy az X-Faktorban így meg tudtak mutatkozni ők is. Ez is egy tök jó példa arra, hogy az X-Faktorban érdemes jelentkezni, és az X-Faktor mennyire egy objektív, tök jó zenei fórum, ahol mindenki magából kihozható maximumot kihozhatja, hogyha gondolja. Úgyhogy hát ezt ők majd meg tudják nekünk mutatni március 1-én a Szimacsárokban. Csabáról kevesen tudják, hogy a tehetségkutatót megelőzően már rockzenekarokban énekelt. Sose lehet kiszámolni pontosan, hogy mi honnan indul. Ez, ha megnézed az X-Faktort, hogy kik szerepeltek akkor mondjuk például, amikor én voltam az X-Faktorban, ott azért mindenkiről elmondható volt az, hogy már több évnyi munkát fektetett bele a saját zenéjének a megmutatásába, hogyha most nem akarok külön kiemelni senkit, de tényleg, hogyha belegondolsz, mondjuk a Wolf Kati több tíz éve zenélt, mert a Nikolász is több tíz éve foglalkozott zenében, még öcsém is járt, ott a Janicsák vezetett. Tehát itt mindenkinek volt egy olyan múltja, aminek ez igazából egy olyan, még a királya Norbinak is volt zenekar előtte, tök furcsa. Tehát mindenkinek volt előtte valami olyan fajta törekvése, aminek ez egy olyan koronája tudott lenni, egy olyan fajta tulajdonképpen megmutatkozási lehetőséget nyújtó pontja, amit csak itt tudtunk megoldani, és csak itt lehetett megcsinálni. Ez közhely szerintem, hogy számítottál-e arra, hogy majd megnyered a verseny, de azért titkon reméltette valahol, hogy ebből ekkora siker lesz? Nem közhely, mert nem számítottam rá egyáltalán. És azt hiszem, hogy szerintem senki nem számított a saját maga részéről sem erre. Tehát akinek volt egy kis esze, az nem azt latolgatta, hogy mi lesz majd, hogyha megnyeri, hiszen az elején tizen nem tudom hány ezeren voltunk, hogyha valaki már
akkor azt tervezgeti, hogy milyen jó ezt majd megnyerni, azt szerintem nem tudom, tehát lehet, hogy valaki így indul neki, de hát én nem így csináltam, tehát nem akarok senkinek sem véleményt formálni ebben a tekintetben, lehet, hogy valakinek az a titka éppen, hogy ő már 20 ezer közül azt hitte, hogy ő lesz az első, de én a magam részéről csak igyekeztem mindig aznap este a tőlem tehető legjobbat kihozni magamból, és azt megmutatni a kedves közönségnek, és igyekeztem bízni bennük, és igyekeztem hinni a közönségben, mint hogy most is hiszek. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és azért is javaslom mindenkinek, hogy tényleg jelentkezzen az X-faktor, hogyha megint indul, mert tényleg ez egy olyan fajta belső utazás, a Tomikán mindig ezt szoktuk mondani viccesen, de ez tényleg így van, egy olyan fajta belső utazás, amit magadban teszel meg, és jobban megismered magad, mint amennyire lehet, hogy nem is szeretett volna egyébként. Tehát olyan dolgokat megismersz magadról, amiket lehet nem is akartál volna, de mégis sokkal jobb és mégis sokkal színesebb képet van utána magadról. Hát közben a munkához való hozzáállásról mindenképpen megváltozik a véleményed, és sokkal hatékonyabban, sokkal rövidebb idő alatt igyekszel adott feladatköröket megoldani. Hát meg természetesen igyekszel közben fejlődni mindenféle tekintetben. Utána pedig, hogy ennek a munkának végre van eredménye, ez pedig azt eredményezi, hogy elkezdesz még jobban dolgozni, és még többet hozzátenni. Tehát én nem vagyok ennek a hátradőlésnek és ennek a sztárkodásnak a híve, én kimondottan ugyan olyannak gondolom magam, mint mindenki mást, és az, hogy más a hivatásom és más csinálok napközben, az nem azt jelenti, hogy nem volnánk teljesen egyenlőek és egyek. Egyébként valamelyest a lemez címe is ezt sugallja, az, hogy connecto, ez azt jelenti latinul, hogy összekapcsolódás, összeérintkezés, egy irányba haladás, egyűvé válás. Ez nekem pont ezt jelenti, több éve beszélek erről, hogy mindannyian ugyannak az építménynek vagyunk a építő kövei, kockái, csak mindenki más tesz bele, de alapvetően mindenki egyenlő. Hogyha ezt együtt tesszük meg, az igazi összeérintkezés, az igazi konnektó. A munka az egy jó dolog, és nagyon fontos, és általában, hogyha az ember sokat dolgozik, akkor utána jogosan várhatja, hogy van eredménye. Szerintem ez a nyitja, de valószínűleg minden más hivatásban is ugyanígy működik, hogyha pék vagy hogyha taxis vagy hogyha tanár vagy tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha megpróbálsz eleget dolgozni vele, akkor utána joggal várhatod azt, hogy ennek van valami eredménye, vagy lesz valami eredménye. És az előbb, amit említettem, ez a másik fontos része, hogy nagyon elhinni azt, hogy bárki is valaki, ezt szerintem nem szabad, tehát ez egy nagyon nagy hiba, hogyha valaki ezt észreveszi magának, akkor azt mondja, hogy gyorsan vegyen is vissza, mert tényleg nem erről szól ez. Háromszoros fonogramdíjas vagyok most már, ami nagyon, nagyon nagy szó és nagyon fontos nekem, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt hozzátette a szavazatát, vagy a támogatását, vagy bármit, amit hozzá lehetette ezt tenni. Ez egy nagyon fontos eredmény, viszont itt is ki kell, hogy hangsúlyozom, hogy ez egy közös eredmény, mert ha én magam egyedül szavaztam volna magamra a fűrőkádból, akkor kb. Egy szavazatom lenne, még max. Még anyám szavazott volna rám körülbelül, meg a Tomika, és az már három. Tehát, hogy ezek mind ilyen közös eredmények, közös munkák, és ezek után nyilván mindenkinek úgy jár az elismerés is, tehát a végén is osztozunk az elismerésben is. Úgyhogy nem számolom ezeket a dolog jó értelmében, mivel nem szoktam ezekkel kérkedni, meg így emelgetni, meg így harabdálni őket, hogy mit tenni. Ez nem ez a dolog lényeg, ezek a közösségünket igazolják vissza, és az egymásba vetett hitünket, az egymásnak való segítésünket igazolják vissza, az, hogy ilyenkor létre tud jönni a connecto. Ez egy fontos dolog, ez az igazi összefogás. Volt-e félelmed bármikor is mondjuk afelől, hogy ugye egymást érik itt a tehetségkutató műsorok, jönnek mindig az újak, és hogy esetleg egyszer elfelejtődik a neved. Mi kell ahhoz, hogy mindig ott legyen az ember? Hát én örülök neki, hogy vannak a többiek amúgy. Tehát egy tök jó dolog az, hogyha most meggondolsz, most tök jó dolog az, hogy a Kocsis Tibivel meg Zolá Gergővel írtunk egy közös számot hárman, ezt az X-faktorra meg tudtuk mutatni, ez egy tök jó játék lehetőség. Tehát az, hogyha mindig vannak újak, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy együtt dolgozzunk minél többen, és ők is átélhessék ezt, amit elsőként annak idején éltem át, és ebben a műsorban ugye mi voltunk az elsők, akik ezt így véghez vihettük, ugye akkori 12-en.
az is jó benne, hogy látom azt, hogy mi mennek keresztül, és én már tudom azt, hogy nekem akkor mi volt, és hogy hogy volt, és esetleg tudok nekik segíteni, úgyhogy van is erre sokszor példa, hogy az éppen akkor a műsorban levő gyerekekhez, mindig így szoktuk viccesen mondani, szoktunk hozzájuk menni, és akkor beszélgetünk arra, hogy mi hogyan volt, meg hogy szerintünk mi hogyan lehetne, vagy nálunk mi volt, és tök jó dolog ez, hogy nekik van már valaki, akitől kérdezhetnek, mert nekem még annak idején nem volt, és nekem senki nem volt, aki tudott volna hozzászólni és segíteni. Nekem még így magam kellett az egészet így végigvinni. Az énekest a kritikák sem kerülik el. Én régen is ki voltam hegyezve a negatív kritikákra, a pozitívakat meg régen nem hittem el, úgyhogy ilyen szempontból nem olyan rossz dolog az, hogyha mondanak építő jellegű kritikát. Én azt a fajta kritikát szerettem mindig, amiben van B-variáció, tehát simán a Ez nem jó című kritika, az szerintem nem hasznos, de amikor azt mondják, hogy szerintem ez nem az igazi, de hogyha úgy csinálnád, hogy az egy jó kritika, és annak viszont van értelme. Ott még mindig el tudod dönteni, hogy esetleg megfogadod-e ezt a tanácsot, vagy nem, és nem kell nyilván mindenkinek megfogadni a véleményét, de ez legalább egy építő jellegű dolog, ami ráébreszthet valami másfajta irányra, amit esetleg lehet nem is gondoltál még korábban. Úgyhogy a kritikára szükség van. Ismétlen még egyszer, normális keretek belül és jól megfogalmazva. Kommentelésnek hívják mostában ezt a divatos tevékenységet, amikor az ember hazamegy, és akkor írogat általában többnyire át a tök ismeretlen embereknek, tök ismeretlenül igyekszik elmondani, hogy neki mi a véleménye, és egyébként az sok esetben nem is olyan rossz dolog. Hogyha valaki csak pusztán azért ír, hogy negatívkodjon, és pusztán csak azért, hogy elmondja, hogy mennyire nem vagy jó ember, vagy ilyesmi, az természetesen nem feltétlenül célvezető szerintem. Tehát ilyen személyes beszélgetésben sokkal jobban hiszek. Az internet ilyen fokú anonimitásától és az ilyen fokú felelőtlenségétől egyébként hát nagyon sok személy az ember kedve, az tény. Sajnos a telekommunikáció fejlődése okozza ezt szerintem, hogy az emberek felelőtlenül bánnak a szavaikkal néha az interneten, és nem tudják, hogy ezzel megbántanak másokat. Én pont emiatt nem is nagyon szoktam senkinek sem ilyen, sőt, sértőt egyáltalán nem, de még véleményt alkotni sem szoktam soha senkinek. A család nagyon fontos szerepet tölt be a sztár életében, ez jelenti számára az igazi támaszt. Furcsa dolog ez, amikor mondjuk az ember majd festményen lát, vagy tévében lát, vagy filmen lát, akkor minden sokkal szebben, minden sokkal jobb, nyilván oda ki lehet sarkítani a dolgokat csak abba az irányba, ahova akarjuk színezzük, és ahova akarjuk oda, és csak azt a részt mutatjuk, ami ilyen. Nyilván a mi családunkban is voltak nehézségek, amikor kicsik voltunk, meg nyilván mi is verekedtünk, mondjuk a Tomikán pont nem, mert ő 10 évvel fiatalabb nálam, az azt jelenti, hogyha amikor én 20 éves voltam, akkor volt ő 10, akkor az eléggé övön alul lehet volna Tomikát megverni mondjuk. De van egy másik öcsém, a Balázs, aki nálam csak egy ilyen 1,5 évvel kávé fiatalabb, ha jól számolom, igen. És hát ővel azért eléggé jókat verekedtünk régen, meg rosszalkodtunk egyfolytában, tehát nem voltunk annyira jó gyerekek azért, és ez a kép, ami most így előtted van, hogy három kedves kis fiúcska üldögél, és akkor semmit nem csinál, ez nem így van, azért elég sok kópéságot csináltunk gyerekkorunkban, és anyukánknak és apukánknak elég sok borsot törtünk az orra alá. De talán nem is ebben mutatkozik az meg, hogy egy család mennyire jó, hanem az összefogásban, és amikor össze kell tartani, akkor összetart. És a szüleink tiszteletében és egymásra vigyázásban inkább ez az, ami fontos. És ami még egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a család az első olyan gazdasági és szociológiai egység a társadalomban, amiben belül eldől egy csomó minden. Tehát a nevelés egy tök fontos dolog, hogy a gyerekeknek igyekezzünk olyan értékeket átadni, amik a későbbi jövőket is megalapozzák majd. Úgyhogy a család működése az egy külön kis intézmény, és ennek a globális, kicsit távolabbról nézve eldöntött eredménye az, ami meg mondja azt, hogy egy család jó-e vagy nem jó szerintem. De 100 szónak is egy a vége, én tényleg szeretem a családomat, és remélem, hogy ők is szeretnek engem. A család ilyen szempontból egyébként tök jó, hogy kicsit kiterjesztjük ezt a fogalmat, mert mi annak idején, amikor elköltöztem Budapestre, egy nagyon kedves barátom, a Mészáros Árpád Zsoltal és akkori kedvesével
megcsináltunk egy családot, ami a család volt a családon belül, vagy nem is tudom, hogy magyarázzam. Tehát, hogy mivel Budapesten, akkor én voltam a kis gyerek az ő lakásukban, és ők vigyáztak rám, ezért én lettem az ő fiúk lényegében. Én lettem a kis gyerek, akire vigyáztak, és ők lettek az apukám, meg az anyukám. Majd a Árpinek a fia, a Bendegúz lett a testvérem, akkor a gyermekük Rózsa lett a keresztlányom, és ez így is van, ő tényleg valóban a keresztlányom is egyébként. És mindenki, aki jött a baráti körünkben, mindenkinek adtunk valami nevet, valaki a nagypapa volt, valaki a nagybácsi, mindenkinek voltak valami hülyeségei, hogy ő kicsoda, és akkor egy ilyen egyébként nagyon sok esetben nagyon komolyan vett, új családi közeget alakítottunk ki, ami egyébként az én már meglévő otthoni családomnak a része, tehát őket ugyanúgy szerette az én családom is, és én is az ő otthoni, valódi, vérszerinti családjukba is beilleszkedtem, és ez egy ilyen tök jó híd volt, és valószínűleg ez az időszak egyébként meghatározó volt abban, hogy ez a fajta egymáshoz viszonyulás így kialakult bennem, hogy alapvetően igyekszem bízni mindenkivel, és igyekszem mindenkit elfogadni ennek amilyen, és igyekszem mindenkit segíteni, és mindenkit egy nagy globális nagy családként felfogni. Csaba csuklóján a rejtélyes villa is Mészáros Árpád Zsolthoz köthető. Mészáros Árpád Zsolt barátom, amiket az előbb említettem már, ő az, aki a kezemre halította még, a kezemre applikálta. Még annak idején, megmutatom még egyszer, hogy tényleg láthassuk. Ez egy sima villa, még a 8 éve előtte riszem még benne is, majd csak viccelek, nyilván nem, ez egy tök steril villa volt akkor is már. Egy szórakozó helyen voltunk éppen, és akkor ezzel pecsételtük meg a barátságunkat, hogy ezt a kezemre hallította. Ő azt hitt, hogy ez csak egy ilyen múló poén lesz, ami másnapra már nem lesz ott, de ez már lassan 8 éve, kb. 8 éve történt, ha jól emlékszem. És hát azóta csak nagyon ritkán váltam meg tőle, ennek technikai okai is vannak, egyrészt, hogyha halligatod, akkor eltörik, és nem akarom, hogy eltörjön. Másrészt meg, hogyha halítás nélkül akarod leszedni, akkor meg tökre fáj, tehát így leszaggatni nehéz. Harmadrészt pedig hát nyilván azért van rajtam, hogy ne vegyem le, és ez a barátságunkat jelképez, és akárszor elnézek, mindig erre gondolok, úgyhogy ennyi az egésznek a története. Milyen terveid vannak a jövőt illetően? A jövő azért jó dolog, mert többfajta része van, ugye rövid távú, közép és hosszú távú várakozásunk elméletileg. Hát én többnyire egyébként a nagyon rövid távút szoktam mindig előtérbe helyezni, és általában csak az érdeke, hogy mi lesz a következő másodpercben. Többnyire egyébként nem is nagyon látok sokkal messzebb, mert annyira sok tevékenységünk van, hogy mindig csak azzal tudok foglalkozni, ami éppen most jön és következik soron. Most igazából a lemezünk és a koncertünk népszerűsítése az, ami nekem nagyon fontos. A lemez ugye nyilván a koncert után is még ugyanúgy aktuális lesz, úgyhogy utána ez lesz, amit kitűztem, hogy a lemezen megtalálható dalokat eljutassuk a kedves közönséghez érdemben is, tehát nem csak aki megveszi és hallgatja, hanem esetleg a rádiókban is szembe jön velük, vagy a tévében is visszaköszönjenek ezek a dalok, ez nagyon fontos volna még ezen kívül. És hát nyilván elkezdtük már valamelyest a következő lemezünknek a zenei anyagát is előkészíteni, bár még azt nem mondanám, hogy annyira jól állunk vele, hogy már holnap ki tudnánk adni, és igazából értelmesen volna, hiszen ezt a lemezt most 2 évig vártuk mindannyian, de való igaz, hogy már kezdtünk új zenéket is megalkotni, új gondolatokat kinézni, és hát ez egy soha meg nem álló és folyamat, és nem is, hogy megálljon igazából, ez így épül magára. Itt a farsang, áll a bál, hangzik a jól ismert gyerekdal. Farsang, farka, farsangifánk, konckirály és cibere vajda, húshagyóked. Számtalan ismerősen csengő, izgalmas dolog a tavasz várása közepette. Mennyire ismerjük a vízkeresztől hamvazó szerdáig tartó időszakot, a farsangot és a hozzá kötődő népszokásokat? Aki ebben segít nekünk, vendégem dr. Lanczendorfer Zsuzsa. Jó estét kívánok, szia! Jó estét kívánok, szervusz! Ez a rengeteg dolog, ami kötődik az ünnephez, mind-mind vidámságot áraszt magából. Gondolom, hogy nem véletlen, mint ahogy az összes népszokás, hogy erősen kötődik az évszakhoz. Mi az alapja a farsangnak? Mi a legfontosabb motívuma? Hát a régi hagyományos paraszti kultúrában rend volt. Tehát amikor a természet pihent, akkor az emberek is pihentek, és ráértek szórakozni, és
Konkrét keretek volt, hogy mitől meddig, ahogy itt említetted. Tehát Hamvazó Szerdával már nem lehetett mulatozni, de meg volt adva a farsang időszaka, és akkor lehetett kikapcsolódni, tobzódni. Nem véletlen, azért az egyház tiltotta a farsangot, ördög ünnepének tartotta, de ez nagyon jó a néprajzkutatóknak, mert ebből tudjuk, hogy mit csináltak a 17. században farsangkor. A farsangot rengeteg szokás jellemzi, de általában ez a farsang farkára, farsang végére rendeződött át, tehát farsang vasárnap, farsang hétfő és húshagyókedd, rengeteg szokás van. Most aktuális is ez a téma, hiszen a Szellemi Kulturális Örökség listájára a mohácsi busójárás került fel legelőször, és azóta már fönt van, hál' Isten, a mohai tikverőzés, hallgatóimmal nagyon sokszor voltunk ott is, mohai tikverőzésen ez is felkerült. A busójárásról sokat tudunk, mi történik a tikverőzésen? A tikverőzés kevésbé ismert, ugye nem véletlenül először a mohácsi került fel, mert közismerte volt. A tikverőzésen egy farsangi alakoskodás van, zsáner alakok vannak, bohócok. Ez beöltözést jelent, beöltözés, ugye? Igen, kormoznak, van szalmatörök, van kéményseprő, és a tyúkokat, a tikokat leverik a fészekről, összegyűjtik a tojást, cserébe kormoznak, termékenységet varázsolnak, és este a bálba elfogyasztották régen a fiatalok ezt a rántottát, egy kis szalonnával, sódarral. Tehát ez is kevésbé ismert, pedig régóta, én is már egy 10 éve kijárok tikverőzni, de van máshol is, például a hallgatóimmal, a kulturális mediáció szakos egyetemistákkal, Vágfarkasdon voltunk tavaly tőkehúzáson, és hát ők filmet is forgattak, nagyon élvezték, itt van a határtól 80 kilométerre. Ezt megígérhetjük most a nézőknek, hogy a következő héten majd belenézhetnek, illetve hallgathatnak erről érdekességeket. Így van, de hát ha itt vagyunk Kisalföldön, kevésbé tudják, hogy Rába közben Mihályba bohócjárás van, és tavaly ott is részt vettünk, nagyon élvezték szintén a hallgatók, mókaházasság állásküvőt rendeznek. Na most ez azért fontos, mert ezekben a vidámság mögött ott van az üzenet. Tehát például az, hogy ha nem volt házasság, nem volt család, nem volt gyermek, nem volt nemzet, tehát így mehetünk szépen a lépcsőn, akkor szerveztek egy mókaházasságot. Ez egy önirónikus, magunkat kicsúfoljuk. Figyeljetek ide, idén nem volt esküvő, csináljunk. Gunyoljuk ki a véllányokat, de nem rossz szándékkal, hanem hogy ám már ideje férhez menni 20 éves elmúltál, vagy 18 véllánynak számított. És ezzel figyelmeztették, hogy igenis nagyon fontos a családba való élés, és falun másképp elképzelhetetlen volt. Ajánlhatjuk ehhez irodalomnak talán Csokonai Dorottyáját is, hogy ami ne? Ezt a témakört nagyon szépen és izgalmasan, szellemesen dolgozza fel. Így van. Az, ami ilyenkor történik, az mennyire megragadható a hétköznapi emberek életében? Talán amit én érzékelek ebből, az csak a bálozás. Ezen kívül van esetleg olyan, ami természetes környezetében megjelenik most, és nem hagyományőrzők művelik? Hát a bálozás az, ami tényleg azóta folyamatosan van, csak régen is voltak falvakban bálok, iparos bál, tűzoltó bál, sőt a pici gyerekeknek külön kibéreltek egy paraszt házat, egy szobát, egy tiszta szobát, azt úgy hívták, hogy dudabál, mert a pici gyerekeknek a nem fogadtak cigánybandát, hanem egy dudás elég volt nekik. Ez volt a muzsika. Ez volt a muzsika, és nem véletlen, gyerekfolklór anyagban rengeteg dudanóta lement. Na most ezt ma az iskolák vették át, ezt a gyerekbált. Hívják valahol petebálnak, kukacbálnak, tehát ilyen népi tréfás neve is vannak a gyerekbálnak. De voltak a tinédzsereknek bálja régen falun, a suttyóbál, puhabbál, ugye Timafi Laci bácsi könyvében is olvashatunk a puhabbáról. Így hívták a tinédzser gyermekeket, és voltak felnőtt bálok. Hát ma is vannak bálok, sokszor szakmához kötődő, sokszor csak helyhez, vagy valami civil szerveződéshez, tehát ez a mai napig megvan. És a megfordult világ, tehát farsangkor, ami lent volt, fölkerülhetett, tehát a király leereszkedett a néphez, a nép gyermeke bohóc király lehetett, és ez azért volt jó, mert egy kicsit átérezhette a gazdag is, hogy milyen rossz szegénynek lenni. Tehát ez még a diák-diri választásban maradt meg a mai napig ez a dolog. És talán az ételek, a gasztronómia, ami még szépen mutatja, és ami valóban napjainkban is tetten érhető, melyek azok az ételek, amik ilyenkor jellegzetesek? Nagyon jó a kérdés, ugyanis a farsang úgy kezdődött, még a 17. században van egy adatunk, hogy Koncz király,
megvív cibere vajdával. Ez már nem más, mint két ételnek a neve, a konca zsíros étel, még Bruegel képén is rajt van, ez külön megfestette, a farsang és a bőjt küzdelme címmel, és a zsíros étel, a tobzódás, a bor, dénom-dánom, és a cibere, a savanyú bőjti étel, és megküzdöttek egymással, január 6-án vízkereszkor. Természetesen előre eldöntött meccs volt, a Koncz király nyert, és Hanvazó szerdán pedig cibere, vajda. Tehát ez egy jelképes dolog, de azért tegyük hozzá, hogy ettek, ittak, tobzódtak, de a 40 napos bőtöt viszont utána szigorúan betartották, és szépen kitisztultak, úgy, mint a tervészet, fellélegzett, kivirult a farsang után az emberek is. De az ételekre, a fánk ugye tipikus, mindenki tudja, és rengeteg ilyen vetélkedő műsorban, a tévében látom, hogy mi a pampuska, herőce, tehát ezek mind fánk elnevezések, vagy a csörögefánk. Tipikus a fánk, aztán hát természetesen a disznóságok, a sódara, tehát a zsíros ételek. A sódar micsoda? Sonka. Tehát az sóderrel nem keverendő, mert egyiket... De ez csak egy népi elnevezés, népi. Vagy valamilyen speciális sonka? Nem, népi sódar, igen. Jöjj el, sódar, vidd el meleget, bent van a énekekben is, sódar. Aztán kocsonya, ma már van olyan, volt olyan hallgatóm, aki nem tudta, mi a kocsonya, úgyhogy teljesen nem ismerte ezt az ételt? Nem ismerte, tehát igenis előfordul. Esetleg a bár városi ember is ismerheti. Aztán, hát ugye inkább, ahogy mondtam, ezek a főbb ételek, és hát ilyenkor azért gondoljunk bele, a régi korokban nem volt központi fűtés, fáztak az emberek, télen mit kellett? Úgy, mint a bálnának, főszedni a zsírt, vagy a jegesmedvének, vagy mondhatnám a fókát, tehát kellett a tartalék, ami a megfázástól, hát még én is emlékszem gyermekkoromban, nagymamánál hideg volt a szoba, kihűlt a kemence, és akkor reggel piros volt az nózim, és a lábam alatt a meleg tégla, dunyha alatt nem fáztam, de bizony tényleg hideg volt a szobában, tehát kellett a tartalék, aztán tavasszal szépen a csiripiszlin, a búzacsirán pedig szépen bőjtöltek, és kitisztult a szervezet. Épp most olvastam, hogy bizony a búzacsira nagyon jó még rák ellen, a fene ellen is, ahogy népiesen mondják. Ez mindenképpen kimondható, hogy a nép rendkívül bolcs, és azokat a dolgokat, amiket akár a szórakoztatás köntösébe is bújtat, azokat éppen ma, amikor egy picit talán jobban kezdünk megint figyelni az egészségünkre, megtanulhatunk ezekből a népszokásokból, és hát ugye arról nem beszéltünk, illetve utaltál arra, hogy a Hanvazó szerda után nem más következik, mint egy nagyon-nagyon hosszú bőjti szakasz, és aztán ez már elvezet minket a következő fontos népi ünnephez. Igen, de egyet ne felejtsünk, hogy volt egy zabáló csütörtök, vagy torkos csütörtök, így van. Igen, amit most a gasztronómia eléggé úgy fölkarolt, és megint a hasznosság, tehát semmit nem dobtak ki. Maradt fánk, akkor Hanvazó szerda után nap megették. Ha maradt egy kis maradék, tehát semmit nem dobtak ki, és ez volt a lényege a csütörtökön, a torkos csütörtöknek, vagy zabáló csütörtöknek. Sőt, a fánkot elrakták, és betegség esetén füstölték vele a beteget, mert még gyógyító erővel is bírt. Magával a fánkkal ezt meggyógyították? Igen. Hű, de nagyon érdekes. És még mennyi érdekes dolog van, amiről nem tudtunk most beszélni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A Győri Filharmonikus Zenekar Richter János bérlet sorozatának legutóbbi estje romantikus kikapcsolódást kínált Wagner, Grieg és Franck egy-egy zeneművével. A nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtökön és pénteken is sor került a koncertre, melyen a társulatot nemzetközileg is elismert Kossuth és Liszt díjas karmester Ligeti András vezényelte. De nem csak ezért volt különleges az előadás, hanem azért is, mert kiváló zongorajátékával a fiatal tehetség Czerner Rudolf is közreműködött.
Wagner a Bolygó hollandi nyitányával indult a romantikus koncert a Filharmonikusok otthonában január 30-án. Az esten a társulatot a nemzetközileg is elismert Kossuth és Liszt díjas karnagy Ligeti András vezényelte. A művész elárulta, hogy egy számára nagy becsben tartott karmesteri pálcával dirigálta a zenészeket, hiszen számára ez valóban egy különleges esemény volt. Ez a pálca, én nem szoktam pálcáról beszélni, ez a Claudio, nemrég elhunyt Claudio Abbadótól kapott ajándék, és csak nagyon kivételes alkalmakkor dirigálok. Nekem ez kivételes alkalom. Kivételesen jó a Győri Filharmonikus Zenekar, kivételesen jó próbák előzték meg a koncertet, és hát az ember ilyenkor csak bízik benne, hogy a végtermék ennek, hogy csúnya kifejezése éljek, az méltó lesz az előzményhez. A közös munka katartikusnak bizonyult, de mennyire volt szigorú a karmester? Én szerintem inkább a kompromisszumot nem ismerem, tehát soha nem hagyom annyiban, de többnyire célba érünk közösen. Ez, hogy szigorú, azt nem tudom, hogy az egyáltalán karmester, durva biztos nem, közönséges biztos nem, agresszív biztos, hogy nem, de nem is vagyok egy nagyon, szóval a stílusom nem túl behizelgő, de soha nem sértő. Más meglepetéseket is tartogatott a zenei élményekben bővelkedő előadás, hiszen a fiatal kora ellenére az egyik legnagyobb tehetségnek tartott, Czene Rudolf is közreműködött a koncerten. Az egész családunk zenész, de inkább könnyű zenészből van nagyon sok, jazz zenészek vannak nagyon sok, pop zenészek is vannak. Hát jó formán ez természetes volt, hogy én az leszek, én először cimbalmozni tanultam, mert apukám cimbalmos, és gondoltuk, kipróbálom azt, de aztán végül a zongora mellett kötöttem ki, mert szóban szerettem. Több lehetőség van a zongorával, hogy így fejezem ki magam, mint a cimbalommal. Nagyon szeretem a filmzenéket hallgatni, és talán az, sok filmzenét hallgattam, például a Batmannek a zenéjét, az volt az egyik kedvencem. A művész és a társulat kapcsolata nem új keletű. Hála jó Istennek, nagyon jó élményeim vannak velük. Például az egyik legnagyobb élményed az, hogy ők kísértek a diplomakoncertemen, ahol Kocsi Zoltán vezényelt, és ez számomra ez egy nagyon nagy élmény, de előtte is játszottam már velük, hiszem egy alkalommal itt Liszt Magyar Fantáziáját is. Könnyű velük az együttjáték. Talán ezt tudom mondani, hogy nagyon, ami nagyon biztató velük, hogy talán elég egy próba is, de már nagyon, nagyon fogékonyak minden instrukcióra, és ez nekem öröm. Az érzékeny stílusú zongorista játékával már szinte a fél világot elkápráztatta. Nagyon szerettem Japánt. Tavaly voltam egy hegedűs barátommal, Hosszú Gézával. Adtunk kamarakoncerteket Japánba, Tokióba, Kagoshimába és több városba. Nagyon szerettem Svájcot is. És Olaszországot, ez nagyon, mert az az életvitel, az nagyon tetszik, amik ők, hogy mondjam, ez a dolce vita, ez nagyon tetszik nekem az olaszoknál. Jövő héten is megyek majd oda, a Firenzébe, Velencébe, Milánóba, és utána úgy néz ki, hogy majd márciusban ez még a jövő zenéje, hogy elfogadjuk-e, vagy mi lesz, Spanyolország, Anglia vagy Franciaország, ezek közül majd elválik, hogy mi lesz.
27 taggal megalakult a VATUSZ, a Vallási Turizmus Szövetség, melynek győri érdekeltjei is vannak. A részletekről beszélgetek most dr. Varga Józsefnével és Szabó Péterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi hívta életre ezt a társulást? Miért volt rá szükség? A társulásra, vagy életbe pontosabban a szövetségre azért volt szükség, mert a vallási turizmus napjainkban nem csak Európában meg a világon, hanem Magyarországon is nagyon nagy méreteket öltött. Mondhatjuk azt, hogy naponta megéljük azt, hogy egyre nagyobb tömegek indulnak el, akár zarándoklatokról beszélünk, gyalogos, vagy buszos, vagy éppen repülős zarándoklatokra, de vallási rendezvényeken ugyancsak nagy tömegek vannak jelen, és egyre több utazási iroda, aztán látogatóközpont foglalkozik ezzel a területtel, és most a cél az volt, a makrovilágutazási iroda vezetőjének a kezdeményezésére, a célunk az volt, hogy ezek a különálló egyenként sok minden hasznos dolgot már megtett egységek most tömörüljenek, és együtt próbáljanak, ne párhuzamosan egymás mellett dolgozva, hanem együtt egységben összefogva, és nem egymás ellen harcolva, egy szövetséget alkotva próbálják jobbá tenni, hatékonyabbá a vallási turizmus szolgáltatásait. Feltétlenül meg kell kérdeznem, hiszen említette, hogy nem szabad, hogy egymás ellen harcoljanak, ilyen volt, tehát megtörtént az, hogy egymás ellen dolgozó erők működtek? Hát ez szerintem az élet minden területén érezhető, tehát igazából azt szeretnénk kiküszöbölni, hogy ha létezik két utazási iroda, amelyik ugyancsak vallási utakat szervez, tehát ne egymás kárára, rovására, hanem egymás segítve szervezzék ezeket az utakat. A megalakulás pillanatában Budapesten Szabó Péter kapott egy felkérést. Mi az a feladat, amit el kell most látni, és amit ebben a szövetségben Szabó Péter fog majd ellátni a jövőben? Amikor a szövetség megalakult, akkor az alakuló közgyűlés kinevezett bizonyos szekcióvezetőket, és engem az egyházi látogatóközpontok szekciójának vezetésével bíztak meg. Ahogy a kolléganő is említette, a célunk az, hogy egy összehangolt közös fellépést tudjunk megszervezni a vallási turizmusban érdekelt szervezetek között. És ebben a látogatóközpontoknak, az egyházi látogatóközpontoknak kulcs szerepe van, úgy érzem, elsősorban belföldi vonatkozásban. Az országon belül, csak hogy helyes képet tudjunk kialakítani, mely régióknak, vagy mely körzeteknek, vagy mely az ország mely részeinek van olyan szerencséje, hogy látogatóközponttal is rendelkezik? Tehát hány ilyen működik Magyarországon? Az elmúlt években több látogatóközpont is alakult, és azt hiszem, hogy nem koncentrálódik egy-egy területre ezeknek a létrejötte, hanem az egész ország területén található látogatóközpont. Ugye Győrben 2012-ben megalakult a Zichy Ferenc látogatóközpont, és ezzel az ország legnagyobb területű egyházi gyűjteményévé vált kapásból, de található, hogy Veszprémben, Szegeden a Ferencesek, Fóton, Zircen, Pannonhalma. Tehát akár a környéken, akár a közvetlen is. Környezetünkben is. Igen, pontosan. Ön hogy látja jelen pillanatban, hogy áll a helyzet mondjuk a mi szűkebb régiónkban? Mennyire élénk akár itt a vallási turizmus, mennyire van ez jól megszervezve, illetve milyen feladatok állnak előttünk e téren? Hát amiben én leginkább kompetens vagyok, hogy választ adjak az ön kérdésére, az a szakemberképzés, mert nálunk a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apácai Karán egyedül az országban itt van vallási turizmus szakirányos képzés, tehát mi felismertük azt a nagyon fontos feladatot, hogy igény van a zarándokok és hívő emberek és érdeklődő emberek részéről a vallási turizmus irányában, de kevés a jól képzett, vagy egyáltalán nincs is, mondhatom azt, képzett szakember, és mi ezt szeretnénk megvalósítani, és idei tanévben végeznek nálunk először vallási turizmus szakirányú szakemberek, és hát itt nálunk Győrt említette Szabó Péter kolléga, de Lébényt is említhetjük, Pannonhalmát is említhetjük. Győr-Moson-Sopron megyében számos búcsújáróhely van, Mária Kálnoktól Kopházán át, Oslin keresztül nagyon sok olyan ősi, gyönyörű búcsújáróhely, ahol most megint megélénkült a hívőknek és az érdeklődőknek is az odaáramlása, tehát ehhez szükség van arra is, hogy szakembert képezzünk, és szükség van arra is, hogy a szakemberek valami egységes szövetséget hozzanak létre, hogy a szolgáltatás minősége javuljon. Mekkora lehetősége lesz azoknak a szakembereknek, akik végeznek, akik ezt a diplomát szerzik meg, elhelyezkedés szempontjából kérdezem,
itt a mi környezetünkben, vagy esetleg az országban van-e hiány, illetve van-e olyan hely, ahova ők mehetnek? Igen, ezt érezzük, hogy hiány van, mert még diplomája sincs hallgatónknak, utolsó éves, de már főállásban dolgozik utazási, vallási turizmus szervező utazási irodánál. Aztán az ICSI látogatóközpontban ugyancsak kisegítőként és gyakornokként is vannak hallgatóink, de jártok Veszprémben, a Szaléziánumban, Pannonhalmán, sőt Esztergomban, a Prímási pincében, ahol gyakorlati időt töltenek el, és nagyon szívesen várják őket érdeklődve, hallgatják, hogy létezik ilyen képzés, és örülnek annak, hogy szakemberek lesznek. Mikor indult ez a képzés? Vannak-e már végzett hallgatók? Igen, tehát ez 2010-ben indult, ebben a tanévben végeznek nappali szakon, majd júniusban. Levelező tagozaton végzett 4-5 hallgatónk most a januári vizsgai időszakban, tehát már vannak végzettjeink. Bizonyára szükség is van a fiatal szakemberekre. Vannak-e esetleg a szövetségen belül olyan modern elképzelések, vagy változtatásra való törekvés, újításra való törekvés, amihez éppen rájuk az ilyen fiatal és jól képzett szakemberekre van szükség? Igen, a szövetségnek a célkitűzései között szerepel különböző fórumokon összehangoltan és szakemberek által koordináltan tudjon fellépni és az érdekeit érvényesíteni. Ahogy említettük, zarándokok és zarándoklattal foglalkozó egyházi, politikai és gazdasági egységek is tartoznak a szövetséghez, és kulcsfontosságú ezeknek a szervezeteknek a koordinált működése, hogy együttműködni tudjunk. Ahogy a tanárnő is említette, nem konkurensei ezek a csatlakozott szervezetek egymásnak, hanem segítőtársai. Mindenképp fontos a szakemberképzés, és ezt a látogatóközpontunk is felismerte, és így szoros együttműködésben a Nyugat-Magyarország Egyetemmel gyakornokokat fogadunk rendszerességgel, és elősegítjük, hogy kiképzett szakemberek kerüljenek a szakmába. Ez egy trend is tulajdonképpen a vallási turizmusnak a fejlődése. A WTO szerint, hogy egy számot hadd említsek, 30%-ú a vallási indítatás utazások száma a világban, és ez képest Magyarországon ez még csak 8%-kal regisztrált. Van hova felnőni akkor? Van hova nőni, és azt hiszem, hogy ez a szám ez csak emelkedni fog a közeljövőben. És hát talán egy teljes mértékben zárt kérdés, amit felteszek, de mégis olyan jó ezt kimondani, hogy hogyan fog hatni ez a jól összehangolt közös munka mondjuk a város turizmusára, Győrvárosnak mit fog ez jelenteni. Vannak-e esetleg ezzel kapcsolatban konkrét elképzelések, vágyak vagy célkitűzések? Szeretnénk minél több réteget és korosztályt bevonni a turizmusba, és a vallási turizmust, a zarándok turizmust is közelebb hozni az emberekhez. Sokak képzeletében azt hiszem, hogy ez egy kicsit elvont fogalomként él, és ezt szeretnénk az emberekkel egyrészt tisztázni a fogalmát, és megértetni, hogy valójában ez mit jelent. A városnak is ez egyértelműen csak előnyére válhat, mert még nagyobb tömegeket tudunk a városba ezzel vonzani, a látogatóközpontnak a hírnevét öregbíteni, és azzal, hogy a szakemberképzés is itt elindult, ezzel már nyert a város, az egyetem, hogy más régiókból is érkeznek ide diákok, így a színvonal biztosan növekedni fog. Van-e elképzelés arról, hogy maga a képzés bővítendő, avagy ezen a létszámon folyik-e tovább? Tehát hogy látják például a jelentkezők arányában azt, hogy van-e szükség arra, hogy esetleg még több ilyen szakembert képezzenek? Tehát amikor mi vallási turizmus szakirányról beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy turizmus vendéglátás szakos hallgatókról beszélünk, ilyen diplomát kapnak, csak a specializációjuk, tehát egy ilyen elmélyültebb egységet kapnak a vallási ebben turizmusban. Ebben lesznek szakemberek. Igen, ebben lesznek elmélyültebb szakemberek, és ugye nem tömegeket akarunk képezni, mert 4 szakirány van a turizmus vendéglátás szakon belül, tehát ez egy a 4-ből. És nem is célunk az, hogy hatalmas tömegeket képezzünk. Tehát évről évre folyamatosan van jelentkező, van érdeklődő. Általában második szakirányként, tehát plusz feladatként vállalják a hallgatók, de nagyon elkötelezettek és nagyon komoly energiákat fektetnek bele abban, hogy ők a alapszakirányok mellett még ezt is elvégezzék, és nagyon örülünk nekik, úgyhogy ez egy szép kihívás számunkra. Nagyon sok erőt kívánok, és sok sikert ahhoz, hogy mindezek a célok megvalósulhassanak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Most pedig egy rövid sétát teszünk a teátrumban. Felsétálunk Nádi Árpádhoz, aki nemrégiben egy igazán rangos szakmai kitüntetést vehetett át. Induljunk! Megérkeztünk. Hol is vagyunk pontosan, a Győri Nemzeti Színház mely részébe érkeztünk most meg? A fényszabályzó
helyiségben, innen vezéreljük az előadásokat, illetve részben innen, vagy a nézőtéren építjük, felszerkesztjük össze a világítási jeleket rendezői, tervezői és saját ötletiklet alapján. Ez a nagyon bonyolult kinézetű vezérlő rendszer, ami itt előtted áll, mi mindent tud? Illetve itt fölül az, ami egy picikét talán régebbinek néz ki, mint az alsó szerkezet. Ezek hogy függnek össze? Ez a felső szerkezet tényleg a régi. Ez az arányos fény visszajelzése a színpadi reflektoroknak. Ott az újabbik testvére. Ez a kis picit? Látjuk, igen. Igen. Uh-huh. Ott részben talán megjelennek dolgok. Hát elképesztő, hogy ezen mennyi szám és mindenféle apró jel található. Hogy igen, lehet ezt egyáltalán átlátni? Igen, és ez töredéke, mert például ez csak az analóg reflektorok, tehát az intelligens robotlámpák adatai csak a monitoron jelennek meg, de jelen helyzetben nem látjuk mindeket, tudjuk, hogy mit csinál, illetve tudni kell. Amikor a néző eljön és előadást néz, akkor itt fönt, ebben a vezérlőben egy vagy két ember ül? Egy ember ül, amikor már tudják az előadást a fiúk, tehát két emberre le vagyunk biztosítva. Rajtam kívül plusz két fő, aki betanulja a világítási jeleket. A világítási jeleket már tudni kell a főpróba hétre, ugyanis akkor mit csinálnánk, ha nézsem érnénk a feladatot. No, akkor egy picikét menjünk vissza a múltba, hiszen ahhoz, hogy valaki ezt a sok mindent átlássa, ahhoz egyszer el kellett kezdeni. Te miért lettél? Miért lettél színházi ember, és miért lettél végül színházi fővilágosító? Színházi ember úgy lettem, hogy egy volt osztálytársam kért meg, hogy lépjek a helyére, mert ő addig nem mehet tovább a kórusba, amíg nem talál maga helyére valakit. Hát ez így indult, utána az ember megszereti. Ezt mindenki megszereti, ezt a szakmát. Nagyon sokan jönnek vissza hozzánk. Nagyon szerethető szakma. Ha ez a pénztárca igényével tud egyezni, akkor az ember ritked hosszú évekig, vagy egy szerencsésen összeilleszthető másodállással együtt egy nagyon jó végezhető munka. De ez azt jelenti, hogy nem is volt ilyen álmod, vagy nem volt ilyen elképzelésed, hogy te színházban dolgoz? Egyszer csak derültékből jött a villámcsapás? Nem volt ilyen álom, mert jó, hát aki látott tévéadást, tévéközvetítés, az operatőr feladat egy férfi embert megfog, aki műszaki beállítottságú. Ennél több nem volt. Maga a színház világa vonzott? Szeretted a színházat korábban? A középiskolában voltak bérletek, kisebb-nagyobb kihagyással el is jöttünk rá az előadásokat. Tehát akkor azért nem voltál olyan elkötelezett, hogy csak azért akarjál itt dolgozni. Aztán elkezdted ezt a munkát, és nagy valószínűség szerint tehetséget mutattál ebben, hiszen az, hogy most te vezeted a világosítók munkáját, azért jelent valamit. Mennyi idő volt az, amíg te lettél itt ennek a szekciónak a vezetője? Hát azért ez egy hosszú folyamat, minden szakmában van erőrelépés lehetőségét alá kell, hogy támaszol, hogy fluktuáció. Tehát lehet, hogy nálam jobb emberek elmentek, de mire arra került sor, hogy én legyek a fővilágosító, én voltam a legtapasztaltabb, vagy netán már kipróbált ember is. Ami nagyon sokat jelentett, hogy addig dolgokat megtanultam, Molnár Tamás, mikor a színházba kerültem, egyből a fényszabályzó mellé ültette az embereket. Na persze az nem ekkora berendezés volt, hanem ez a fél helyiség itt tele volt potméterekkel, a fűtés is rendben volt, tehát melegedtek a berendezések, üzembiztonság azért nem volt a helyén, ezek már nagyon jó kis berendezés, nem a legkorszerűbb, de még kiszolgál minket megfelelő szinten, és nagy üzembiztonsággal teszi. Azért az igaz, ugye, hogy a Győri Nemzeti Színház világítása országos színvonalban is számottevő, tehát azért sokan irigykednek arra a technikára, amit a mi városunk színháza tud. Igen, én nagyon sokat kommunikálok az országban több szakemberrel. Nem azon a téren, hogy mi milyen jót csináltunk, hanem ha nem tudunk valamit, akkor mi a megoldás, mit nem ismerünk esetleg a berendezés terén, nem szégyellek kérdezni, ezt összeadjuk. De most már visszajelzések is vannak, hogy jól működünk megfelelő szinten. Kellenek ahhoz a jó eszközök, amit a színház biztosít nekünk. Az országos kommunikációban, abban, hogy ti szakemberek egymással beszéltek, bizonyára van ennek is súlya, jelentősége, hogy most a háttérszakmák ünnepén, amikor ezt a díjat, a Teátrumi Társaság díját megkaptad, akkor ez az elismerés szakmán belül nyilván elterjed és tudható.
Mit gondolsz, hogy mit jelent egy ilyen díj? Milyen figyelmet irányít akár rád, akár a teátrumra, amelyben dolgozol? Hát rám világít figyelmet, mert a média egy ideje nem hagy békén. De most már talán lecseng ez a lendület. Nyomot hagyott. Engem az Experience fővilágosítója hívott fel, aki a világot járja az Experience-el, nagyon magas színvonalon űz ezt a mesterséget, és Balú annyit mondott, hogy Árpi végre egy ember, akiről tudom, hogy oda teszi magát. Van-e olyasmi, amit Győr tud, és esetleg más nem? Vannak-e például saját találmányaitok? Győr tud, és saját a méretekből fakadóan, főleg a nagy színpadunk a látvány. Látványvilágítás az, ami a nagy előnyünk. Jó helyre, jó pozícióba, és jó fényvetők vannak telepítve. Mi történik akkor, amikor te ott hozzáérsz az egyik potméterhez? Tehát mondjuk ez az a látvány nagyjából, amit most itt a... Ez a töredék, ez egy lámpasor, amit láthatunk a vasfüggönyön. Nem bármilyen típusú lámpát tudunk vezérelni, nézőtértől előcsarnokig. Vasfüggöny mögött pedig akár az intelligens vagy robotlámpákat. Az utóbbi időben te is sokat meséltél arról, hogy ezek programozott jelekre működő rendszerek, amit tulajdonképpen egy hosszú munkafolyamat során ti megalkottok. Mennyi aztán az emberi erő, ami mondjuk egy előadás közben szükséges, és mennyi az előre programozott jel? Ez függő. Hát most már lehet, hogy én maximalista vagyok. Sokszor a fejemhez vágják a kedves urak. Nem osszuk meg kevés világítás jelre, egyrészt a technika kívánja. Tehát a robotlámpákat ki kell szolgálni, azoknak a kezelése több világítási jelet igényel. A fényjelek mennyisége az függő, főleg műfaj függő. A SAK című előadás az 350 világítási jelből áll fel. Azért mondj egy másikat, hogy lássuk a különbséget, hogy mondjuk egy egyszerűbben világított produkció hány jel? A SAK-hoz képest lényegesen egyszerűbb az illatszertár, de ott is a színpad méretei miatt sokat kell billennünk. Egy baloldal játszódó jelenetnél azért kell reagálnunk, még ha néha nem is akarunk, a rendezők megköveteli. Ugye nem látjátok, hogy senki nincs. De nem csak erről szól a feladatunk, hogy ahol egy művész áll, azt meg tudjuk világítani, annak a hatása is meglegyen. Tehát akkor mondjuk mennyi a 300-al szemben az illatszertár? 60-70-től a 300-350 jelig világítási jelig per előadásonként meg kell, hogy tanuljunk, illetve vezéreljük őket. Az mennyire meghatározható, hogy például egy rendezésnek vagy egy díszletnek mekkora százalékát adja az, amit ti világítók, virágosítók hozzáadtok? Lehet ezt százalékos arányban kifejezni? Sokat jelent, mert nekünk sokkal könnyebb a dolgunk, ha jó kitalált díszlet van. A produkció az jól ki van találva a zenéhez, akár minden egyes mozdulathoz. Ez most már egyre gyakrabban tud találkozni. Ezt érezzük akár már egy-két héttel előtte is, és akkor frissen, vidáman megyünk előre, görcs nélkül, már csak a mennyiség okoz problémát, illetve az idő. Hálás a szakma, mert nagyon időigényes. És mivel nagyon időigényes, nagyon sok mindenre van javítási lehetőség. Tehát az idő tartalmaz sok javítási lehetőséget is. Színházi emberektől gyakran kérdezik meg, de talán világosítóktól ritkábban, hogy van-e neked olyan, hogy álom? Valamilyen vágy szakmai? Szakmai? Hát ha még egyszer a Nyomorultak című musicalt meg tudnánk csinálni mai eszközparkkal, akkor valószínűleg nem leszek fiatal, ennyire sem. De azt jól lenne még egyszer megcsinálni. Illetve teljesen mindegy, hogy mi a mű címe, mi a műfaja, sikerüljön látványosra. A technika változott csak, vagy te is sokat változtál az elmúlt időben, mondjuk a legutolsó Nyomorultak óta? A technika is változott. Talán a Tárja Színház fővilágosítójától hallottam egyszer, ha nem kapsz új reflektorokat, újabb és még korszerűbb és még több reflektor, akkor nem tudsz jobbat csinálni. Ez szerintem igaz. Ez ellenünk szól, de igaz. De ezt jól alkalmazok, akkor a végeredmény ugyanolyan jó lesz, mint többnyire. Árpi, én azt kívánom neked, hogy lehessen még egy Nyomorultak, meg sok olyan előadás, amihez sok mindent tudtok hozzáadni, és legyen sok sikerélmény. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél. Köszönjük a fiúk nevében is.
Kedves nézőink, köszönöm, hogy ezúttal is a kultúrát választották. Tartsanak velem ezeken a hideg téli napokon is. Jövő héten szerdán megint szeretettel várom Önöket. Kulturális feltöltődésben gazdag hetet kívánok. Nagyon vigyázzanak magukra, mikor kulturális eseményekre sietnek a jeges utakon. Viszontlátásra! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mayo Chix és a Rouge öltöztette. Rouge. Stílus, divat, elegancia.